Jó reggelt kívánok, sziasztok! Ma reggel is átnézzük a csártokat. Kockát mindenképpen olvassátok el, most különösen fontos. A tőzsdézők 80 82 szájka veszít. Szerintem ez akár főjéb is mehet a közeljövőben. A nyári időszak lassan lezárul. A személy szerint én arra számítok, hogy szeptember-októberben nagy volatilitás érkezhet a piacokra. A kérdés az ugye az irány. Pénteken a rövid távú irányt kijelölték, az a kérdés, hogy egy hatalmas korrekció fog végsöpörni a világpiacén, vagy pedig újra talpra állunk. Jelen pillanatban úgy tűnik, mintha elkezdődött volna a korrekció, de ez változhat a héten. Van egy jó hírem, szeptember 1 tehát ezen a héten már ez megfigyelhető lesz. Napi szinten lesz reggeli webinárium, tehát mindenre megnézzük a csártokat ugyan az időpontban pár perccel hamarabb akár, remélem elolvastátok. Ennek van egy ilyen verzió is, ezt azért szoktam megmutatni, hogy akik CFD-kkel kereskednek, tőke kereskednek, akár indexekkel, vagy devizákkal, vagy bitcoin azok most különösen figyelnek a kockázatokra. ugyanis más szelek fújnak per pillanat a tőzsdéken. Látszódik-e az MTNS felület? Gyors választ kérek a chat -ablakba, És nézzük át, hogy mi történt itt mostanában. Ezek a webináriumok nem a trédelésről szólnak, hanem inkább arról, hogy elemezgetjük a csártokat. M1 idősíkon a DAX esetében per pillanat egy emelkedő trendcsatorna van, ami megtörhet. Akár a következő percekben is. M5-ös idősíkon, látható, hogy egy hatalmas esés volt pénteken, majd nyitóban estünk geppel, most próbálkozik ugyan a betöltéssel a csárt, de ez nem biztos, hogy sikerülni fog. A trend egyértelmű sort. M15-ös a helyzet ugyanez, kérdés a rés. ugye itt van a rés körülbelül, ott van a teteje, azért óvatosan azok, akik olcsónak találják ezt az árfolyamot, ezt a trendvonalat figyeljék, amíg alatt vagyunk, azért nem feltétlenül long a trend. M30, a helyzet ugyanaz, és nézzük a nagyobb időségokat, H4-es csárt, látható, hogy a fontos támaszokat most nem rajzolom be, csak így ezzel a keresztel. Ez az egyik, az a 12670 környéke, alatta 12600 környéke, alatt a, a 55570 környéke, 518 környéke, 463 környéke, és ennek a nagyobb méretű duplajnak az alja. Az a kérdés, hogy hogyan tovább tax. Per pillanat úgy néz ki, hogy egyesült rendben vagyunk napi idősik Látható. Ugye ezt itt megérintettük, onnan le is fordultunk szépen. kérdés az, hogy a korábban látható duplajnak a két alját összekötő van, amikor megtört. Ilyenkor benne van a pakliba, hogy lejöhetünk a duplaj aljáig is. Látjátok, hogy első trend van, ezzel nem azt mondtam, hogy sortolni kell, per pillanat ez a helyzet. Heti időség. Kérdés, hogy ebből lesz -e egy gigantikus méretű vál, fejvál, vagy nem, illetve kérdés, hogy ezen a ferde vonalon átmegyünk-e valaha mostanában, vagy nem. Visszamegyek az M1-re. Ezt most nyitottam reggel ezt a demószámát, egyébként pont arra a cél, hogy a mai webináriumon mutassak sortokat is. Egy m belépő volt. Nem azt mondom, hogy ez a legideálisabb sortbelépő, belépő, mert ugye, hogyha korán keltem volna, ami nem így történt, akkor korábban voltak még jobb belépők talán. Ettől függetlenül itt látható, hogy ugye pénteken meg tökéletes belépők voltak, hogy rövid távon ez egy jó belépő volt. Bármilyen irányba is kereskedtek a rézárás lehet egy célszerű megoldás. Tehát ha nekem itt most long pozíció van dax akkor jelen esetben megnézzük, hogy a stoppon milyen távolságban van. 8 dollár. Ez amiatt van, mert reggel nagyobbak a spreadek. Mivel egy ellenállási szinthez közelítünk, ebből lezártam 0,2-t, itt már csak 2 dollár bukhatok. És látható, hogy többet nyertem. És itt az a kérdés, hogyha visszatekerek a péntekhez, meg szeretném mutatni nektek, hogy mi is történt mondjuk a DAX esetében. Ezt lehetne nevezni torzválfejválnak, egy fals kitöréssel egybekötve, vagy egy trendvonal törésnek, és innentől kezdve elindult egy gyönyörű szép esés. Ha a letörési szint környékétől húzunk egy ferde vonalt, akkor egy darabig alatta voltunk. Itt nyilván néha egy ekkor esés után visszatér a remény, és ismét jönnek a longosok, de aki dupla csúcsokat kereskedett volna, az jobban járt volna. Itt mondjuk volt egy jó dupla aljas belépő, és ezt követően pedig mi volt pénteken, ki tudja, minek a hatására indult be ez a nagyobb méretű esés. Tudnotok kellene, hogyha indexekkel vagy amerikai részvényekkel kereskedtek, várom a csetablagó válaszokat. Hát igen, a Fed mondott ezt-azt, és mit mondott? Tőletek kérdezem van egyébként egy fals és innentől kezdve volt egy relatíve szép esés, ami nap végéig kitartott. De az a kérdés, hogy mit fog csinálni a Fed a kamatokkal, az inflációval. És egyelőre úgy tűnik, hogy dollár erősödés és tőzsdélyes lehetséges, de ez nem biztos. De ugye a csártra pillantva ez bekövetkezett, és ugye ma reggel még nyitottunk egy geppel. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy nagyon sokan a gap kereskednek. Ha ez ennyire egyszerű lenne, akkor mindenki nyerne, hogyha minden gap kerülne. Én viszont, hogyha azt mutatom nektek, hogy trendvonal törés esetén a nagy trend irányában illik kötni, magasabb idősikokat leellemeztük, akkor látható, hogy a letörésnél is lehetett volna pár pontot fogni, a visszatesznél is kialakult egy ilyen kisebb dupla csúcs. Ott is lehetett volna kisebb sortokat erőltetni. Aztán ugye volt ez a trendvonal, amit le is kereskedtem. Nézzünk más termékeket is. Például itt volt az arany. Ez nem a legjobb sort belépő. Ugye korábban kellett volna kelni. De ettől függetlenül az aranynál is, hogyha visszatekerem a csártot, de először magasabb időségon megmutatom, ez a pénteki Fed kommunikáció nem segített az aranyárfolyamán sem. Ilyenkor, mostanában az a jellemző, hogy szinte minden befektetési termék, amiben szoktak a tréderek, a lakossági tréderek kereskedni, arany, bitcoin vagy éppen indexek ezek, ugye elindulnak lefele, és a devizapárok közül azok, akik eurodollár, font dollár, meg egyebek, megmutatom majd milyen mozgások voltak. Egy biztos. Nem mindig van az, hogy kamatemelés belengetésének hatására elkezd esni a tőzs, de mert láttunk már ilyet fordítva, sőt itt a hír alatt egyébként, hogy megnézzük a Dow Jones-t. Először mi történt. Hát az, hogy elindultunk szépen fölfelé, és utána beszakadtunk. A Dow esetében én ezt a long pozíciót most lezárom, hogy legalábbis feljebb húzom a stoppot, és a felét kidobom. Ezzel nem azt mondtam, hogy esni fog a csárt, nekem nem szimpatikus. Ugye még nincs olyan nagy mozgás reggel, de ha ide húzok egy vonalat, és ez megtörne, ez nem lenne jó, ez pedig lehet, hogy egy váll fejvállalagzat. Ettől függetlenül lehet, hogy meglátogatjuk még a fejtetőt, vagy még kitörhetünk fölfele. Nekem most ez rövid távon nem szimpi. Nézzük gyorsan az azdakot. Aztán visszamegyünk az aranyra. Csak ebben a színben. Az arany esetében, ha valaki short pozíciókat keresett, itt volt egy dupla csúcs, vagy akár trendvonatőr, és az bizony jobban jártott, és én mondtam nektek, hogy az aranynál ugye mindenki azt gondolta, covid is, illetve az ukrán orosz helyzetnél is, hogy milyen jó menedék lesz. Nem nyert a gondolat. Az aranynak sokkal több sort belépője volt jó, mint long. Most nekem megvan még ez a sortom. Ha ez kisztoppolódik, így ez már parciásan van zárva, akkor csak 2 dollárt fogok elbukni, ezt én nyitva vajon. t a bitcoint, Ugye minden termék esik, eshet. Én itt most azt mondom, hogy lezárom ezt a sortot pár dollár profittal. Nem erőltetném a bitcoin vásárlást, finoman fogalmazva. A második csúcsnál lett eladva. Nézzük meg, miért is mondtam azt én már nagyon régóta. Nem annyira jó ez a bitcoin történet. Csak a csárt alapján ítélem meg, napi csárt esős Négy órás szintén. Órás. Ha szerencséjük van a bitcoin kereskedőknek, itt már lehet egy kisebb fordulat, de én ezt nem játszanám meg. Én itt azt látom, hogy M15-en volt nekünk egy dupla ajunk. Ez itt ha megtörik, ugye ez fontos lehet mai napon akkor baj van azoknak, akiknek van bitcoinjuk. Nem biztos, hogy meg fog törni. Ha nézzük magasabb idősikon, h 4 mi is volt. Hát, támaszokat mutogatok. Lehet, hogy már meg megvolt ez a támasz, és innen fordulunk. Én ilyet azért nem mondanék. Mert ez 19.150-ig, vagy 18.800-ig is. Nem mondom, hogy sortoljátok meg, Isten őrizzen de nem long ez a piac. Most nagyon sokan azt mondják, akik bitcoin tartanak, <coughs> hogy hosszú távon nézve ez még ennyi, annyi, annyi lesz lehet. Én azt látom, hogy a jegybankok annyira szabályozni próbálják ezt, is. nem annyira jó jel ennek az egész piacnak. Ettől függetlenül én ebben nem látok bele, természetesen lehet ezzel vitatkozni. Per pillanat én azt látom, hogy a legtöbb befektetési termék iránya, per pillanat a sort. Nekem itt ezzel szerencsém van, ezzel a reggeli demószámlával. De alapvetően látjátok, hogy a trend az eső. Ettől függetlenül, ha már rajnál járunk, nem zárom ki, hogy itt is lesznek long irányú belépők, például ez a duplaj, lehet, hogy följebb is viheti a csártot. Nem adok befektetési tanácsot, de azt mondom nektek, hogy aki a longokat szereti jobban, én is ilyen vagyok, az most egy picit gondolkozzon azon, hogy ez long e vagy sem. És ha mindenképpen a longokat erőlteti, itt most a helyzet kedvéért nyitok egy eurókúf sortot. Egy 30-40 dolláros kockázattal. Hát én azt gondolom, hogy a forint az ugye most gyenge, ami nem is meglepő. Azért próbálkozok sorttal, hát ha ezt letöri az árfolyam, ez nem befektetés tanács, viszont ha fölé a szint fölé megyünk, akkor az nem jó jel. Reméljük, hogy egy bank be fog avatkozni. Euró-dollár. Itt is volt egy gyönyörű szép dupla, majd elindultunk lefele, H4-en. Ez egy egyértelmű esőtrend. Tehát aki az esésekben longokat keres, a sokkal kisebb, ahogy a volatilitás nő, ugye úgy nagyobb sávban ingadozunk. Vannak longbelépők egy esőtrendben is, én is szeretek ilyeneket keresni, de sokkal kisebb lotta a próbálkozatok, és mindig részzárással, mert a trend ellen kereskedtek. Akik viszont sortolnak, most már úgy tűnik, mintha késő lenne sortolni, mert ha megnézzétek a péntek járakat, pénteken reggel vagy éppen óra, akkor sokkal magasabb szinten volt minden. Mármint ami ebbe az irányba mozog. Én azt gondolom, hogy ha már euró-dollár, itt is lesznek long longbelépők, biztos ők benne, de ha valaki ebbe belépett volna, mint long belépő, itt azért, aki nem zárt parciálisan pár pont pluszban, az bizony ki stoppolódott. Tehát ezt nagyon óvatosan kezelném. Ha már trend van, vannak sortra utaló jelek, dupla például itt is van egy, itt is van egy kisebb, vagy akár magasabb idősikre is kitekinthetünk, itt van egy nagy méretű álfejvál, egy fals kitöréssel, tehát lehet követni a trendeket. Itt az a kérdés az euró hogy a paritás alá kerülünk-e tartósan, vagy nem. Én még mindig azt mondom, hogy van esély visszamenni a paritásra, én általában véve nagyon longos típus vagyok. Ilyenkor azért, amikor ezt meghallgatjátok, a másik oldalt is meg kell nézni. Kitekintő egy magasabb idősíkú csártra. Gyakorlatilag a paritásnak olyan nagyon nagy szerepe nincs. Nézzetek ide például. Ez egy ilyen pszichológiai szint. Erről nagyon sok cikket lehet olvasni, hogy ez mit jelenthet, mit nem. Érzésem szerint nem sok mindent. Nem biztos, hogy tartósan támasz marad. Az sem biztos, hogy tartósan rálekerülünk. Más technikai szinteket kell nézni, aki technikai elemzés alapján kereskedik. A GBP USD. Lehet, hogy a politás környékén beragadhat az árfél, ezt is aláírom. Itt, ha a Fed elkezd komolyabban. Intézkedni, illetve ha az LKB egy picit lemarad ettől, akkor meglátjuk, mi lesz. Ezt én nem tudom megmondani. Jól hangzik ez a szó, hogy paritás. Mutatom a többi dollárhoz köthető devizaárfolyam alkás, tehát font dollár, fals kitöréssel indult, és innen jött a sort, ugyanaz euró-dolláron megmutatva szintén fals kitörés. Tehát az látható, hogy amióta ott, pénteken volt ez a beszéd, azóta ez meg az történt itt a piacon. Ha valaki picike sortot is akar nyitni, most nyitok egyet, ennek van oka, ez egy fals letörés egyébként. Sortot nem zártam, de most mindegy, egyébként lehet heggyelni, és aki szeret, én azt se szeretem egyébként. De itt tudom kalkulálni, hogy 5 dollár bukhatok, és akár fölemelkedhetünk a képernyő tetejére is, kb. eddig a szintig, de még akár ez lehet indokolt is, viszont ezt a vonalat, ha nem lépjük át, akkor ettől a pozíciótól jobb lenne elköszönni egy szűkebbre húzott stoppal, vagy ha elindulunk fölfele, netán kiütik a sortonnak a stopját, akkor ott ennek a pozíciónak a két hamarat inkább lezárnám. Ugye trendel szemben kereskedünk. Nézzünk egy Audi USD-t, először egy magasabb idősíkot. Hát a dollárhoz kapcsolt pároknál mutatom, hogy történtek. Itt volt egy dupla H1 idősíkon, a stoppos, sortos az ugye itt kiszállt a játékból, és aki esetleg pozíciót fordított, annak annyi. Aki viszont újra belépett, mint amiket szoktam én mondani, az részt vett abban a mutatványban, hogy azok a longosok, akik itt tartották meg a pozíciót, hosszú távú traderek bizony-bizony buktak. Tehát ez egy nagyon komoly kirázás volt, mindkét irányból akár, de ezt aki ügyes, le tudta volna kereskedni. Magyarul, ha megnézitek Audust, Eurust, gbp ust hadd ne soroljam. de nézzük, hogy ilyen párokat, hogy ott mi történt. Ott ez nem volt ennyire jelentős, ugye Azért nem, mert ugye nem a yenről szólt a történet, hanem a dollárról, és itt még ez az emelkedő trend megfogta az esést. Ha mondjuk nézzünk egy olyat, ahol ugye fordítva a dolog, átható, hogy itt is dollár erősödés volt a kanadai dollárral szemben, tehát amerikai dollár erősödés, aki ezt a trend is le tudta kereskedni és ezt a dupla aljat, az bizony nyert, és itt is volt olyan technikai alakzatokra kereskedő a sortos, aki ezt a válfejvállat bizony átaludta, hogyha nem zárta le, vagy nem parciálisan zárta, és bizony itt kisztopoldott. Vagy nagyban nézve, ez is egy válfejvál volt, és itt is kisztopoltak, akik ezt kereskedték. Tehát Technikai alakzatok ide oda a technikai ellenzés szabályai. Ha van egy fed beszéd, akkor az mindent felülírhat. Lehet, hogy csak egy-két napra, lehet, hogy ez egy hosszú távú trend, ezt nem tudjuk. Pillanatra megnézzük a bitcoint, itt látható, hogy annyira nem jó még a történet, én egy előre az arany esetében szerencsére már talán lehet ez egy falszetöréses fordulat, ezt én most egy picikel kellottal megnyomom. Ez a kockázat belefér, és a sortot lezárom, ott az 1 dollár, ez nem értekes. Semmi gond, hogy van mínusz 10-20 dollár levegő, ennek nagy része az euróf miatt van. Ez most egy kockázatosabb párpozíció. Látható, hogy nem is biztos, hogy be fog jönni, a NASDAQ az nem is néz ki annyira jól. Meglátjuk, hogy milyen nagyobb mozgások jönnek a következő egy-két órában. Az európai tőzsdányításoknál lesz egy kis csapkodás valószínűleg. Én azt mondom mindenkinek, hogy az amerikai nyitásig csak figyeljesse a piacot és nem hozzon. Sőt, Bárki, bármilyen broker cégnél van, nekem mindegy, hogy élőben vagy demóban kereskedtek, de én azt ajánlom, hogy két-három napig demóban kereskedjetek, és csütörtök péntektől minden reggel át tekinteni a csártokat. Néha lesz esti webinárium is természetesen, most az pontos dátumot nem tudom megmondani, illetve máshol szerintem lesz a héten 11 óra környékén is. Ami a lényeg változik a hangulat. Úgyhogy, ha nézitek mondjuk itt az orosz-ukrán helyzetet, ott is történt bármikor olyan esemény, amire ugye lehet számítani, meg nem is. Ha ott picikét eldurulnak a dolgok, akkor az sem lesz jó a tőzsdéknek. Tehát érdemes lesz nézegetni az arany, meg egyéb menekülő eszközök is az eurodollárt mindenképpen itt a paritás környékén. Lehet, hogy a paritás környékén kialakul egy sáv, lehet, hogy folytatódik az esőtrend. Lesznek belépők, ami pedig az indexeket illeti, ott biztos, hogy lesznek. Én személy szerint nagyon volatilis őszre számítok. És szeptember-októberben nem mondom, hogy lesz tőzsdekrak, bármi lehet. Korrekció is lehet, mármint úgy ért, hogy lefele de ettől függetlenül, hogyha esetleg elindulnánk nagy meglepetésre fölfele, lesznek belépők akár m 1 5 M15, M15 vagy H1-H4 csárton is. Azért tájékozódjatok több helyen, több webináriumról, olvashatok elemzéseket, több hírlevélből, gazdasági oldal, broker cég hírlevele is, a többi. Hát, ha valaki ezt jobban látja, nyilván. A rövid távú kereskedésnek az, lehet, az lehet az előnye, hogy akkor nem annyira terhelődsz le hírolvasásokkal, meg egyebekkel. És izgalmas időszakok előtt vagyunk. Az a kérdés, hogy lesz-e egy komolyabb esés után beszállási lehetőség esetleg egy évvégi vagy jövő évelei rallira, meddig húzódik el a konfliktus Ukrajna-Oroszország között, illetve meddig tarthat ez a kamatemelés, fékezzük meg az infláció történet, illetve hát, infláció idején milyen Rövid, közép és hozatávú stratégiák felé lehet. Pár pillantást vetni, ezeket előre nem tudjuk. Hát lehet, hogy aki most azt várta, hogy megmondjuk, hogy merre fog menni a piac, az csalódottam a reggeliben. De ez az igazság, a jövőben nem lehet látni, kockátokat viszont lehet kezelni. Ha részvényvásárláson nagy alatok, ne most tegyétek. De ettől függetlenül lehet, hogy holnap, holnap után, vagy két hónap múlva, vagy fél év múlva már lehet, nem tudom megmondani. Aki viszont úgy gondolkodik, hogy mondjuk tudok egy pár részvényt, ebbe beszállna, mondtam egy példát, nem pont ez a részvény a csúcs kategória, az látjátok, hogy miért mondtam, hogy várjon, de lehet itt nagyobb részvényekről is beszélgetni, akár Facebookról, Google-ről, stb. stb nézzük mondjuk a Modernával kapcsolatban voltak hírek, ugye ő most mindenkit be akar perelni. Itt volt egy ígéretes belépő, mondtam, hogy parciális zárás, mert jöhetünk lejjebb, ez be is következett. Nézzünk egy Covid Star papírt, itt már nem annyira sztár. Ez történt a walmart nem nem régiben. Ez egy M1-es volt. H1-en is elindult szépen valami. Az a kérdés, hogyha inflációval meg recesszió jöhet, stb. stb. Magyar részvényekről egy kérdés. A MOL az egy specifikus történet, gigantikus eredmény. Nagyon olcsó a részvény, de ha a kelet-európai piacokat elkezdik adni, akkor az mehet lejjebb, de ettől függetlenül ott figyelni kéne az Európai Uniós dolgokra. Móló TP hosszú távon biztos, hogy jó vétel. Tehát ilyen, hogy biztos nincs természetesen. Ez most uh, szerintem fundamentális oldalról is egy jó belépő szint lehet, de nekem minden jó belépő tenném, hogy 3, 4, 5, 6, 7 százalékos stoppokkal, vagy akinek vastag a pénztárcája. Nem szoktam ilyet mondani, meg nem is szeretem, azért lehet higgítani az árfolyamot átlag, átlagára dolgozni olyan kockátok vannak, tehát nem itt kéne lenni az árfolyamoknak, de hát sehol nem itt kell lenni az árfolyamoknak, olyan kockátok vannak. Nem a magyar piacon, hanem itt <kül> Ukrajna közelében, vagy Európában, amiket nem lehet előrejelzni. Mutatok egy pár európai részvényt. Ugye itt a magas gázárak miatt, vagy esetleg alapanyag hiány miatt, vagy sok területen, ugye munkaerőhiány miatt, rengeteg dolog miatt lehet lejtvened bárhol. Ez sem az a longos papír per, per pillanat. Nézzünk egy Deutsche Bankot például. Itt is ugye lefordultunk erről a ferde vonalról, ez sem jó jel. Én azért óvatosan <coughs> figyelném a dolgokat, de hogy ne csak Európáról beszéljünk. Nézzünk egy epülárfolyamot, kezd lefordulni. Lehet itt szinteket keresgélni, de egyelőre nem sok értelme van. Biztos vagyok benne, hogy az határidőn belül lesz itt jó belépő, de azért figyeljétek, hogy nagyon sok elemző, most nem akarok neveket mondani, sort áll. Én nem szoktam sort állni de ha nézzetek ezeket a csártokat, a kérdés az az, hogy pénteki szavak után talpra tud-e állni majd Amerika. Én remélem, hogy igen, de igazából a realitás az nem ezt mutatja per pillanat. Visszatérve a az 3-4-5 napig demózzatok, bárhol is vagytok, vagy nagyon picike pénzekkel kereskedjetek. Nagy a kísértés, gondolom, de ha van egy valami, amit 100 dollárért meg tudtok venni hullókés formájában, az a jobb kereskedési stratégia, vagy pedig 107-en mondjuk megvenni egy és követően, 100 alatti stoppal. Ez csak az én véleményem. Ha meg már és akkor a parciális zárást javaslom. Ne legyen igazam, nem negatív duma, amit mondok, per pillanat ezt mutatja a piac. Lehet, hogyha 30 kor beszélgetnénk, vagy egy hét múlva, akkor más mutatna a piac. Erre is lehet olyan megoldás, hogy rövid közép hosszú távon kereskedtek úgy, hogy most több készpénz van tartalékban. Itt egy Facebook például, m 15 nem annyira bik a piac, fogalmazzunk így. H4-en nagyon nem jó jel, amit látszódik, egy esés utána egy oldalazás. Tehát itt is azt várnám meg esetleg, hogyha majd ezen átmegyünk egyszer. Ha meg már valaki vásárolt ilyet, akkor a stoppokat ide illik elhelyezni valahova, de ez nem befektetési tanács. Magyar piacon vannak olyan részvények, rengeteg, ami alul értéket, de nyilván más országokban is. Itt ugye, aki molla, spekulál, nyilván, hogyha esetleg a 480 megszűnne. Esetleg, ha nem lenne ilyen dolog, hogy ami történt múltkor a barátság vagy a gáz dolgok, mondjuk az minket nem annyira érint, de most, hogy megnézzetek Európát, hogy ott mi van, hát jó a MOL, vannak beszállási pontok, de aki eddig 3000-3000 alatt vagy fölött adta az jó járt, az OTP szintén nagyon olcsó, gigantikus, hajó eredménye lett azt mondják, hogy többet ér az orosz-ukrán egység nélkül is. Mindig, amikor esik az OTP, akkor azért megveszik az eséseket. Remélem, ez így is marad. Én szurkolok a magyar is. Amikor Amerika fordul, vagy amikor Európából látunk jó jeleket, akkor érdemes lesz részvényeket venni. Egyébként lehet skalpolgatni, délítődelni, vagy részvényeket fedezni short irányba is Dow jones vagy bármelyik indexel, ami mozgékony. Gondolkozzatok ezen, egyelőre ennyi a. sziasztok! De ne féljetek kereskedni, most azt mondom picit távolabbról demóból szemléljétek, de lehet, hogy hamarosan lesz belépő long irányba is. Figyeljetek sokfelé, felé, sziasztok!